A magyar királyi II. Honvéd hadsereg Doni katasztrófájának 74. évfordulóján Iseszegváros önkormányzata és a Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeum megemlékezésre invitálta a város polgárait a Hősök és Áldozatok Emlékparkjába. A január 12-én megtartott emlékünnepségen közreműködtek a Történelmi Vitézi Rend Iseszegi Alegységének tagjai, valamint a Börzsönyű Lövészklub Magyar Honvédvadász hagyományőrző és sportcsoportja. A himnusz eléneklését követően Vitéz Bodrogi Imre emlékezett meg a Doni tragédia hőseiről. 1943. január 12-én, 75 évvel ezelőtt a Magyar Királyi Honvédség 1942-ben felállított alakulata, a II. Magyar Hadsereg, melyet a kelti hadszíntére küldtek harcolni, a Voronyes körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségeket szenvedett. A Dunkanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem egyik legfájdalmasabb és legszomorúbb fejezetei közé tartoznak. A II. Magyar Hadsereg összlétszáma nagyjából 200 ezer főt tett ki, melynek csupán töredéke élte túl a Don folyó mellett dúlt csatározásokat és a január 12-i nagy áttörést. Somogy megye kellős közepében van ott egy kis fatornyos falu, kicsiny házak egymás mellett szépen, s minden házon van egy zöld zsalu. A férfiak mind elmentek régen, az asszonyok csendben sírnak ott, mikor este fönt a magas égen kigyúlnak a fényes csillagok. Özvegyasszony a kicsi fiával kiül este a pitvar elé, s áhítatos ábrándos orcával néznek ketten föl az ég felé. Édesanyám, mondja meg azt nékem, hogy odafönt vajon mi ragyog? Mit jelentenek ott fönt az égen azok a sok fényes csillagok? Két szemében sűrű könnyek gyűlnek, s megszólal a somogyi anya. Az egyik egy szakasz vezetővé, a másik egy káplár csillaga. Gallérjukra volt az rája tűzve, hanem most már szegény, mint halott. Az angyalok felvitték az égbe, s ott ragyognak fent a csillagok. A harcokat túlélőkre szörnyű napok, hónapok vártak. Egy részük a rendezetlenül visszavonuló egységekkel hazafelé vette útját. A rendkívüli hidegben a legyengült, lerongyolodott katonák ezrei fagytak halálra, az életben maradottak pedig tovább vánszorogtak. Melegedni, megpihenni az elpusztított, felgyújtott falvak tüzénél tudtak. Táplálékul a megfagyott lovak húsát ették. Részlet egy naplóból. Január 27. Hajnali 4 órakor indultunk hátrafelé.
Mi voltunk az utolsók, kik utolsókig kitartottunk az első vonalban. Hosszú éjszakákon, szabad ég alatt, a dermesztő hidegben nagyon sokat szenvedtünk valamennyien. Míg 27-én hajnalban, búcsút intve, mindent a helyén hagyva, visszavonultunk Stári Oszkolba. Éjjelente nagy a hideg. Innen még valószínű, hogy tovább megyünk. Itt minden fölösleges holmit és anyagot tönkretettünk, hogy ne jusson éppen az ellenség kezébe. Úgy látszik, még csak most kezdődik az igazi harcunk. De nem az ellenséggel, hanem az éhséggel és a kegyetlen hideggel, mely próbára tesz embert, állatot egyaránt. A jó Isten megsegít bennünket. Utunk még nem tudom, meddig tart, és még meddig fogom bírni, és mikor fogok megfagyni, kimerülten elesni az út mellett, és soha többé föl nem kelni. Már csak az ösztön és akarat erő visz előre. Már semmi. Papírra vetni ezt a szenvedést nem tudom. Az csak örök emlék marad, melyet elfelejteni talán sohasem lehet. És aki nem volt ott, úgy sem hiszi el, és nem tudja átérezni. Én bízom a jó Istenben, az meg fog segíteni, és nem hagy el ezután sem. Utunk tovább tart, hogy még meddig, azt úgy sem tudnám megmondani, csak annyit tudok, hogy soká nem fogom bírni. Az éhség nagyon elgyöngített. Mellettem potyogtak el a bajtársaim a fáradtságtól és a kimerültségtől. Tudom, hogy egyszer én lajtam lesz a sor. De én azért bízom a jó Istenben, majd megsegít, és nem hagy el. Az ember meg nem érti ezt.
sok virág, elhervadt régen. Hova tűnt a sok virág? Nálunk tépek bokréga. Mondjátok, miért van így? Katonáink másik része orosz fogságba került, ahol embertelen körülmények között tartották fogva őket, és meneteltették, szállítottak őket több száz kilométeren keresztül valamelyik Oroszország belsejébe lévő hadifogolytábor felé, ahonnan a hazajutás reménye szinte lehetetlennek tűnt. Egyes források szerint 27-28 ezren estek hadifogságba. Legtöbben már a hadifogolytáborba történő útjuk közben meghaltak. Becslések szerint mindössze 3-4 ezren élhették túl a megpróbáltatásokat. Katonáink a II. Magyar Hadsereg 1943. januári-februári visszavonulása során estek első alkalommal nagyobb tömegben szovjet hadifogságba. A szovjetek nem voltak képesek felkészülve ekkora tömegű hadifogoly elhelyezésére és ellátására, így a szinte teljes ellátatlansággal párosuló keserves gyalogmenetek és a több napig történő vasúti szállítások megtizedelték a hadifoglyokat, mire eljutottak az első, ideiglenes, földbeásott baraktáborba, esetleg elhagyott első világháborús hadifogoly lágerba. A magyar hadifoglyok a Don mögötti davidovkai gyűjtőtáborból kerültek a Marsanszki, a Krenovojei, Omszki és Tambovi hadifogolytáborokba, ahol a tífusz és a vérhas járvány mellett az elégtelen élelmezés és a szélsőséges időjárás tovább ritkította soraikat. Sokukról azt sem tudni, mikor, hol és milyen körülmények között adták vissza lelküket teremtőjüknek. Emlékük sosem múlik el, sosem halványul el. A mai napig is vannak hozzátartozók, akik keresik eltűnt rokonaikat, testvéreket, édesapákat. Néhányat említésként az elmúlt 2017-es évből. Tisztelt szerkesztőség! Keresnék valami információt vagy adatot apai nagyapámról, akit Madarasi Istvánnak hívtak, született 1911. január 1-én Taktaharkányban, eltűnt, vagy elhunyt 1943. február 15-én a Donkanyarnál, a II. Világháborúban, a II. Magyar Hadtest katonájaként. Tisztelt szerkesztőség, keressük Jancsek József honvédet, aki a keleti hadszintéren tűnt el a II. Világháborúban. Nádas Ladányban született. Keresem nagybátyámat, Szilágyi Jánost, aki a II. Világháborúban Oroszországban tűnt el. Anyja neve Bucsai Erzsébet. Haláláról értesítés nem jött. Keresem a nagybátyámat, aki a Donkanyarban halt meg. Őt is Kis Kálmánnak hívták, anyja neve Posgai Borbála. Csak ennyit tudok róla, semmi többet. Köszönöm a választ, tisztelettel, Kis Kálmán. Nagyapámat, Strausz Mihályt keresem, aki a Donkanyarnál tűnt el. Rimaszombati származású miskolci honvéd volt. Szlovákiából írok, valamikor Felvidék. Apámnak volt egy öccse, Gyén Ernő, aki Perbetén született és élt. Körülbelül 1917-ben született. Katonaként a magyar hadseregben szolgált, és az apámtól úgy hallottam, hogy a Donkanyarnál esett el. Sajnos már az apám nem él, így további részleteket nem tudok.
érdekelne, hogy valójában hol esett el, és hol van eltemetve. Köszönöm. Jó napot! Dédpapámat keresem. Csak fényképet kérnék. Hugyi Mihály a neve, keceli születésű. Én 12 éves vagyok. Nem láttam még képen. Még a fia sem, aki az én nagypapám. Kérem, segítsenek. Azt tudom, drága dédpapámról, hogy akna vitte el. Segítsenek. Tudják, milyen sokat jelentene egy darab fénykép? A keceliek és a családom várja a visszajelzéseket. Szeretem őt, de nem tudom, hogy néz ki. Amiket meséltek a helyiek, nagyszerű ember volt, tele szeretettel. A keceli-temetőben van az elhunytakról egy emlékmű a doni áldozatokról. Nagyapám nagyon idős, és még nem látta az apját. Kérem, segítsenek! Mogyorosi József őrvezető nyomait keresem. Zalából, Keszthelyről indult a Dunkanyarhoz 1942. áprilisában, a 9. hadosztály kötelékében. Nagyon köszönöm, ha segítenek. Nagyapámról, Ribai Sándorról szeretnék megtudni bármiféle információt. Születési dátumát pontosan nem tudom, de körülbelül 1900-1908-ig tehető. Anyja neve Gajdos Mária. Semmit nem tudott meg a családom róla. Az sem, hogy a Dunkanyarnál, vagy esetleg hadifogságban halt volna meg. Csak nem tért haza. Én az unokája vagyok, és szeretnék valamiféle információhoz jutni nagyapámmal kapcsolatban. Segítségüket előre is hálásan megköszönöm. Sokat jelentene nekem. Tisztelettel József Ferenc Tamásné, Ribai Gyöngyi. Tisztelt emlékezők! Az elmúlt évek során számtalan kérés érkezett az elesett és eltűnt katonáink keresésére. Sokuknak még a sírhelye sem ismert. Ott nyugszanak valahol, a végtelen orosz pusztaságban, vagy egy szibériai fogolytábor tömegsírjában, névtelenül. A doni katasztrófa hősei előtt tisztelegve a megemlékezésen koszorút helyezett el a II. Világháborús emlékműnél és a Szegváros önkormányzata, a Fidesz-KDNP és a Szegi szervezete, a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselői, az Április 6-a kör, az Isaszegi Múzeumbarátok köre, az Isaszegi Polgárőr Egyesület, a Történelmi Vitézi Rend, a 802-es számú Szent Korona cserkész csapat, az Isaszegi Damjanics János Általános Iskola tanulói és pedagógusai, a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, valamint a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely. Az intézmények és civil szervezetek mellett számos helyi lakos mécsessel és virággal emlékezett az elesett katonákra.
A második magyar hadsereg közel egy éves keleti hadszíntéri tevékenysége során elesett, megsebesült és fogságba esett honvédek és munkaszolgálatosok száma 128 ezer főre tehető. Közülük körülbelül 50 ezeren estek el, és csaknem ugyanennyien sebesültek meg, a hadifogságba esettek száma pedig 27-28 ezerre tehető. Thank you.